Szevasztok! Megjöttünk. Kérésre szuper savanyú dolgokkal. Szuper savanyú! Ezt a kis dobozkád, ami meglepően kicsi, én azt hittem egyébként, hogy egy ilyen Tokyo Trip méretű dobozka lesz. Az a macska segge. Sisa bobó! Ez mi ez itt? Viszont ez egy elég lapos dobozka. Az Amazonról rendeltem, ott lent meg fogjátok találni a linket, gyerekek. Közben ki is mondtam, mert már nagyon kíváncsi vagyok. Ezek szuper savanyú cukorkák, amerikai cukorkák. Gondolom, arra rájöttetek. És rájuk van írva, hogy ne vegyél belőle túl sokat, mert veszélyes. Nem hiszünk neki. Olyan nincs, hogy nagyon veszélyes lenne. Meg fogjuk őket kóstolni mindenféleképpen. Olyan kemény cukornak hangzik a dolog. Van benne elég sok minden, hogy, van benne jelly beans is, de jó. Azokon nagyon szeretjük, azt tudjuk. Ez az Enjoy Your Candy Pack by Joe. Hát így... Köszönjük szépen, Joe! Köszi szépen! Kezdjük ezzel! Az van ráérve a gyerekekből, az egy toxic waste. Már is tudod, hogy áll az álma. Jó, hát kezdjük az egyiket. Piros. Az illata... de jó illata van! Én nagyon félek tőle. De hát is nem olyan vészes az. Ez csak ilyen, tudod, ilyen gyerekédesség. Kezdjük kicsiben. Kicsiben az a nyáz a számból. Annyira nem vészes. Ebből is fog magas lenni. Ez van jó! Felekenyeztem, bazeg! Egy meg ez a fázol, három! Nem? De tudom, amikor a nyirok csomóitok begörcsölnek! Azt a kurva! De egyébként nagyon jó, megy íze van! A megy íze van, ez erre a megy, az ilyen nagyon savanyú megybefő, tudod, amit így elrakott még a mama, úgy három... Igen, és elfelejtett bele cukrot rakni. És megbudjant, ja nem, az a megybor. Az a megybor. Rújtizan egyél bele. Nem, ez apple, ez az a blueberry. Az blueberry. Macska, az nem neked van. Macskaság! Macskaságját mindenkinek! Ha tetszik a macskaság. Ami egy lájfok. Hát minden íze van. Ma megszokta a fejem, szóval megszokta a nyelvem ezt a savanyúságot, ugye ez már nem jut annyira, mint az előző. Szerintem. Vagy ez nem olyan savanyú. Vagy nem olyan savanyú. Hát minden íze van. Azért a hideg. Hát minden íze van, de ez annyira nem savanyú. Savanyú hambi. Az őt? Persze. Savanyú, azért ugyanolyan savanyú, mint az előző, de már nem érezzük olyan erősnek valószínűleg, szóval most már nagyobb darabnak kell jönnie, hogy... Ez hambi. Ez puha. Ez ilyen kis squishy. Nem savanyú. Talán másik. Lehet, hogy pont a legsavanyúba kezdtünk? Az semmi. Nagyon-nagyon enyhén, nagyon-nagyon picit savanyú ez a cukorbevonat rajta kívül. De abszolút nem elérezni igazából, úgyhogy ez mindenesetre semmi rámból savanyú. No. Na nézzük, mi. Ez ilyen...
Szivárvány színű. Ó, te jó ég. Ez ilyen. Jól néz ki. Aha, nagyon jól néz ki. Ezen is ilyen cukorbevonat van. Az és ennek a sour mérője. Nagyon marad jó. Egy sour mérő. Marad egy savanyúság mérő. És az a közepén van az, hogy nem olyan nagyon víz. Szóltekerem. Én nem. Megy be az egészet. Savanykás. Ez a savanykás, de... Egy picit azért. Őt. De csak ez a cukorbevonat a kívülsején. Aha, picit üt. De finom, nagyon finom egyébként. Mm. Ez valami zöld almás cucc. Az almás az általában a legsavanyú nekem. Én azt érzem, hogy nagyon. Na, ezt jól kibontottam. Az mi? Ja, hogy ennyire zöld. Lol, olyan zöld, mint maga a csomagolás. Nem mondod. Nem, nem. Ad már maga a cucc. Ó. Az ijesztő. Szuper zöld, ez nagyon szuper zöld. Hát nem, nagyon nincs illata. Ilyen sekszaga van. Ez inkább édes. Ez ilyen magam. Aha. A frutella. Sour patch watermelon. Együk vízidinje. Vízidinje. Savanyú dinje. Lol. Ez is extrém sour. Szaga nincsen neki. Szaga a szarnak szokott lenni, úgyhogy örülünk, hogy nem az. Ez csak ilyen... Ez ilyen vízidinnye ízű, semmi. Vízidinnye íze van, majd egy nagyon pici savanyú cukora külsejön. Legyen a Jelly Bean a következő. Szeretjük a Jelly Bean-t. Ó, van benne savanyú alma, savanyú narancs, savanyú szőlő, savanyú cseresznye, savanyú citrom. Mindegyikből egyet. Aha, én is azt gondoltam. Egyszerre. Oké. Na nézzük már, milyen savanyú. Hát egy kombóban tutti frutti íze van. De nem savanyú. Egy nem sem mondanám olyan biztosan savanyúra. Savanykás inkább. Extra sour bubblegum. Crybolls, az a neve. Sírni fogunk tőle, vagy mi? Hát csak nem. Majd meglátjuk. Bocsánat, gyere. Rúgy tizet kíváncsiskodik. Na, na hajrá, válasz egyet. Én a zöldet szeretem. Nem, felét, zöldet. Kéket, ez az! Csak azért a középen vagy is ki kell belőle szenvedni. De egy férfi. Gyerekék. Köszönöm. Egyém a sárga. Ó! 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 Képen elrakjuk készülve. Ráncít, akkor jobb a külső és a mennyi vagyok. Igen, amikor szétrágol, akkor már rágol. Oké. Igen, ezt... Vajon miért hívják? Cry, bolszak, baszki. Ebből lefőnyeztem. Maga a rágó része egyébként nagyon finom. Ez ilyen rágós ízom. Rágó íze van.
De a külseje van, azt a kurva! Szabályosan marja a nyelvedet, annyira savanyú. Szerintem is szintén a citromsav van a külsejem. Valószínűleg nem tudom, mi lehet ez, de... Hát gyerekek, van egy ilyen Warheads, ahol a csávon az fölrobban a feje. Van egy ilyen Extreme Soul. Szerintem. Meg van még egy Extreme Soul. Szerintem menjünk a kicsire. Aztán menjünk a kicsire, az nem bátor annyira. Aha. Ú, ez egy labda. Ez egy kemény cukorka. Nem, akkor te kezded. Hát a kicsire van az összes savanyú. Ó, baszki. De ön kezdi. Na, nem az összes savanyú. Hajrá, gyerünk. Négy pérfi. Te jössz. Baszki! Te jó ég! Mi van be? Warning, eating multiple pieces within short time period may cause a temporary irritation to sensitive tongues and mouths. Nem csodálom, ez marja a szádat, baszki. Ez ki marja a szádat? Extreme sour bite! Elég ártatlannak néznek ki egyébként. Extreme Sour, bevetése kész. Szeretném. Egészség. Egészség. Abszolút nem. Én már állom, és a belső sem. Nem ezt a bémőzat csináltam, mert ez egyáltalán nem savanyú. No, ezt kérlek szépen lófassák. Egy kis cukorka. Tutti frutti íze van. Most a vége egy picit savanyú. A vége van. Van neki egy kis kikje, de... Mi a fasz? Honnan jött? Jaj! Van ebben egy nagyon-nagyon picik ilyen kis darabkák, amit szétrágsz. Akkor érzel, hogy milyen sajnyú. Az úgy csak. Uha, ez nagy. Nem olyan vízes. Hele. Van különböző színű. Elég érdekesen néz ki. Minden beadnak ilyen szemféle színű. Ó, kéket! Zöld lesz. Na, nézd meg. Félem tőle egy kicsit, mert ugyanolyan feje van, mint az előző extrém szárom. De az a rajta is van, hogy ez csak ilyen mildly. Ja, nye. Hát ez jó volt. Ezt is kipróbáltuk. Azt kell mondanom, hogy ez egészen ízlet. Jól, persze. Van benne néhány meglepetés, komoly meglepetés. Azt kell mondjam, ez a Cry Balls, ez volt a... ez túlbál pofán vágott. Ilyet még értem elvettem amúgy. Ilyen savanyút, meg soha nem ezt nem értek. Gyerekek. Na, de ennyi is volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk megint a kóstolóban. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek még ilyet látni, akkor nyomjatok meg a kis követés gombot, és ne felejtsétek el a harangocskát is, hogy megkapjátok az értesítőt a következő videónkról, ugyanis minden héten jelentkezünk ilyesmivel. Megtaláltok minket Twitchen, Facebookon, Instagramon és gyakorlatilag mindenhol, minden elérhetőségünk ott lent lesz. És köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Bizony, egyik az élmény volt, majd találkozunk a következő kóstoló részben. Sziasztok!